Idén immáron 18. alkalommal rendezett motoros találkozót a North Patrol MC Bátony terenyén. A nagyszabású rendezvényre az ország szinte minden tájáról érkeztek látogatók, sőt voltak olyanok is, akik éppenséggel még távolabbról, Lengyelországból vagy Szerbiából jöttek az idei találkozóra. A legtöbben most is a motorokat szerették volna megnézni, míg mások a változatos programok miatt választották az idei rendezvényt. A négy nap folyamán felléptek rockzenekarok, voltak játékos vetélkedők, kaszkadőr bemutató, sőt az ilyenkor szokásos motoros felvonulás sem maradt el. Augusztus 14-e és 17-e között újra motorzúgástól volt hangos Bátony terenye és a Szorospataki tábor, ahol idén immáron 18. alkalommal rendezett találkozót a North Patrol MC. Látogatókból idén sem volt hiány, hiszen három nap alatt mintegy 1500-an fordultak meg a rendezvényen. Rengetegen jöttek Sárvárról, Szegedről, de olyanok is akadtak, akik éppen Lengyelországból vagy éppen Szerbiából érkeztek a mostani találkozóra. Jó hangulat volt egész végig, mind a három nap. Igaz, hogy a eső az próbálkozott folyamatosan elrontani ezt, de túltettük magunkat ezeken a dolgokon. Meg is szoktuk már, meg nem nagyon izgatja ezeket az embereket a eső meg a sár. Valóban nem, hiszen láthatóan jó hangulatban telt el a legutóbbi három nap. A motoros találkozó programjaiból idén sem hiányozhattak a koncertek és a játékos vetélkedők, volt továbbá kaszkadőr bemutató, és a hagyomány szerint sokak örömére felvonulás is.